A veszettség gyógyíthatatlan betegség, emberre halálos kimenetelű. Ezért a hatályos jogszabályok szerint minden tulajdonos évente köteles kutyáját beoltatni veszettség ellen. A témát dr. Mátrai Árpád állatorvos segítségével jártuk körül. Az ebek veszettség elleni oltása azt hiszem, hogy hosszú-hosszú évtizedek óta kiemelt fontossággal bírt a társadalmunkban, olyannyira, hogy úgynevezett összevezetéses eboltás, szinte már kötelező eboltásra kellett hozni házi kedvenceinket. Néhány éve megszűnt ez az összevezetéses eboltás, és az állampolgárokra, az ebtartókra van bízva, hogy mikor és hogyan oltatják az ebeket. Mennyiben változott meg ez az eboltási rendszer, és mennyiben változtatta meg a szokásokat ez? Az elmúlt néhány évben bevezetett új módszer és rendszer, ami egy törvénymódosításon, rendeletmódosításon alapult, az egy kicsit megzavarta a korábbi gyakorlatot, mert valóban úgy van, ahogy ez elhangzott, hogy évtizedek vagy talán már évszázad óta rendszeresen összevezetéses oltással történt az ebeknek a vakcinázása. Ez kötelező oltás, hiszen a veszettség az egy gyógyíthatatlan betegség, és ha véletlenül ember megkapja, akkor biztosan belehal, ugyanúgy, mint egy állat is. Na most miután a környékbeli országok közül elsősorban a keleti határvidékekkel, szomszédos országokban még azért a veszettség elég gyakran előfordul, ezért Magyarországon sem lehet lazítani ezen a rendszeren. A néhány évvel ezelőtt megjelent módosítás az egy kicsit ezt próbálta volna bevezetni, hogy nem összevezetéses oltás, mindenki úgy, ahogy gondolja, vigye el. Tudjuk azt, hogy évente kell ismételni, hát nézze, kövesse az oltási könyvet, és amikor közeledik az a dátum, akkor jelentkezzen be az állatorvoshoz, vigye el a rendelőbe, vagy hívja ki az állatorvost, és egy éven belül történjen meg ez az oltás. A rendeletet miután igazán nem hozta meg a várt eredményeket, ez év márciusában ismét módosították, hogy úgy mondjam, vissza módosították, újra engedélyezték az összevezetett oltást, ami korábban hát nagyon szigorú feltételek mellett volt csak lehetséges. Most ezeken a feltételeken egy kicsit lazítottak, és az összevezetéses oltásnak most az a feltétele, hogy egyrészt az a szolgáltató állatorvos. Először is bárki csinálhatja. Tehát én például Nyíregyházán meghirdethetek egy összevezetéses oltást valamelyik utca sarkán, ha én azt 30 nappal előbb bejelentem a helyi jegyzőnek, azután az ottani állatorvosi kamarának, és biztosítom a szükséges feltételeket, amit ők ellenőriznek, és ha ezek a feltételek adottak, akkor én nyugodtan oda mehetek, és akár Nyíregyházán is olthatok veszettség ellen kutyákat. De a 30 napos bejelentési kötelezettség az fennáll a szolgáltató állatorvossal szemben. Én épp az imént telefonáltam itt a környékbeli községekbe, ahol mi oltani szoktunk, tehát Banán, Bábolnán és Tárkányban, megkérdeztem a jegyzőket. Egyelőre például ebben a három községben az elmúlt másfél óráig nem érkezett semmilyen szolgáltató állatorvostól olyan igény, hogy ő szeretne 30 napon belül itt összevezetéses oltást csinálni. Mi sem csinálunk, tehát Bábolnán sem csinálunk. Itt az állatorvosi rendelőben történik ezeknek az ebeknek az oltása, és annak érdekében, hogy mennél többen hozzák el, jelentős kedvezménnyel történik a rendelőben is az oltás, és abban az esetben is, hogyha valamelyik bábolnai állatorvos, minden bábolnai állatorvos olthat egyébként veszettség ellen, most már nincs olyan megkötöttség, hogy csak
bizonyos állatorvosok oltatnak, akinek erre jogosítványa van a kamarától, az oltat, és ha kimegy házhoz, hát akkor ott is beoltatja és elvégezheti. A lényeg az, hogy a tulajdonos, tehát mi nem presszionáljuk arra kvázi a tulajdonosokat továbbra sem, hogy hozzá kell a kötelező oltásra. A tulajdonosnak kell tudnia, hogy mikor telik le az az egy év, amin belül neki újra kell oltania kutyáját. Fiatal kutyákat 4 hónapos korig kell beoltani, és mikrocsippel megjelölni. Azt követő 6 hónapon belül, tehát legkésőbb 10 hónapos korig ismételten el kell végezni a veszettség elleni oltást kölyköknél, és majd évente kell ezt az oltást ismételni. Vannak különböző tévhitek, hogy elég fél éves korba oltani, elég egy éves korba oltani, eleve is csak évente kell, nem, tehát úgy kell, ahogy én elmondtam, így szól a rendelkezés. Létezik-e egyfajta hatósági nyilvántartás arról, hogy egy településen hány kutya van, azokat beoltatták-e, illetve ezzel kapcsolatban léteznek-e szankció lehetőségek, amelyel akkor élhet a hatóság, amikor valamelyik kutya tulajdonos nem végezteti el ezt az oltást? Egyrészt ilyen nyilvántartást az állatorvosi kamara végez. Minden állatorvos, amelyik kutyát beoltotta, annak leolvassa a csip számát, és 8 napon belül az országos nyilvántartási rendszerbe ezt regisztrálnia kell. Tehát tulajdonképpen én csak azokról a kutyákról tudok, meg az állatorvos kollégám is azokról a kutyákról tud, amiket ő beoltott. Tehát amit a kollégám oltott be, arról én már nem tudok, csak akkor, ha valaki a csip számát megmondja, akkor én föl tudok menni a rendszerbe, és látom, hogy XY beoltotta. Ide jött egy új kutya a területről, mondjuk Miskolcról, ide költöztek, leolvassuk a csip számot, és tudjuk, hogy Miskolcon 2 hónappal ezelőtt be volt oltva, ami egyébként az egészségügyi könyvében is szerepel. A polgármesteri hivataloknak, illetve a önkormányzatoknak van egy olyan kötelezettségük, de az erre vonatkozó rendeletet én pontosan nem ismerem, hogy össze kell kvázi írniuk a háztáiban lévő állatokat, köztük az ebeket is, meghatározott időnként. Erre vonatkozóan, amikor még hatósági állatorvos voltam, akkor tartottam a kapcsolatot az önkormányzattal. Most, miután szolgáltató állatorvos vagyok, erre sem kötelességem nincs. Hát jogom lenne, de az ember fölöslegesen nem nyüzsög abban az esetben és olyan területeken, ami hát nem illetékes az ő szempontjából. Most a szankcióval kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ha olyan eb érkezik a rendelőbe, amelyiknek nincsen chip száma, nincs esetleg egészségügyi könyvese, azt se tudják, hogy be volt-e oltva, vagy nem, mert semmilyen bizonylat és bizonyítvány erre vonatkozóan nincs, akkor fel kell szólítani a tulajdonost, hogy mulasztást követett el, csippeztetni kell az állatot, veszettségoltás vagy veszettség ellen be kell oltatni. Természetesen, ha ezt akkor ott helyben nem vállalja a kezelését az állatnak, a gyógyítását, akkor is el kell végezni az állatorvosnak, de a tulajdonosnak fel kell hívni a figyelmét erre. Van egy olyan mellékrendelete ennek, vagy mellékmondata ennek a rendeletnek, hogy abban az esetben, ha ezt a szolgáltató állatorvos észleli, akkor jelentés kötelezettséggel bír az önkormányzat jegyzője felé. Hogy utána a jegyző ezzel mihez kezd, mihez nem, ezt én nem tudom. Az viszont bizonyos, hogyha egy olyan kutya, amelyik nincs beoltva, véletlenül sérülést okoz valakinek, akkor ott elindul hivatalból egy hatósági folyamat. Egy 14 napos zárlatos megfigyelési idő a kutyára vonatkozóan, a sértett elmegy ugye a
házi orvoshoz, a házi orvos lejelenti a járványügyi hatóságnak, a járványügyi hatóság megkeresi az állatorvost, hogy mit tud erről a kutyáról, és akkor mennek a levelezgetések, egyebek, és ebben az esetben viszont már hivatalból szankcionálandó és büntetendő az a személy, aki elmulasztotta a veszettségoltását a kutyának. Meg kell, hogy mondjam, így az eddigi gyakorlatunkban, itt Bábolnán is volt néhány ilyen eset, körülbelül 20-szorosa a büntetési díj ilyen esetekben az oltási díjnak. Tehát ha valaki mondjuk 3000-ért, 3500-ért be tudja oltatni a kutyáját a megfelelő időszakban, ezzel szemben olyan 70-80 ezer forintos büntetést kell neki fizetnie, mire hát kimászik egy ilyen oltási zűrzavarból. Arról nem is beszélve, hogy emberi életet veszélyeztet, és itt felmerül annak a kérdése is, hogy azért időnként találkozunk kóborebekkel, amelynek a tulajdonosát az ott esetben nehéz felkutatni. Igen, hát számos esetben van ilyen, és erre vonatkozva nagyon jó a csippezés. Tehát ugye 2012. január 1-től kötelező, és hát akkor elég sokan ágáltak ellene, hogy hát az én kutyám nem jár ki, meg az én kerítésem jó, azon nem tud kiugrani, stb. De számos esetben volt már úgy, ráadásul mindig este vagy éjjel, hogy fölhívtak telefonon, hogy mondjuk az Ölbői tó partján például két nagyon kedves vizsla kutya ottan sétálgat, oda megy, és hát vajon kié lehet, mit gondolok. És hát akkor az ember ugye leveszi a pizsamáját, felöltözik, beül az autójába, kiballag az Ölbői tó partjára, a kutyát addig ugye tartják ott, akkor leolvassuk a csippet, bejövök a rendelőbe, a számítógépbe, beírom a csipszámot, és kijön, hogy egy péri méhésznek és vadásznak a kettő darab kutyája keveredett ide el, és már 10 napja körözik őket és keresik. Na hát persze ilyenkor nagyon boldog a tulajdonos, mi kevésbé, de hát ez is hozzátartozik a feladatunkhoz. Hát kaptunk érte két üveg mézet utólag, úgyhogy ilyenek vannak, elég gyakran. És akkor hát megpróbáljuk azokat a kutyákat, akik például nincsenek becsippelve, megpróbáljuk elhelyezni akár a győri, akár a komáromi, a Rex alapítványnál, vagy a győri kutyamenhelyen. Jó kapcsolatban vagyunk velük, tehát segítünk ezeknek a problémáknak a megoldásában. Hogy látja a doktor úr, Bábolnán mennyire fegyelmezettek ilyen szempontból a kutyatulajdonosok? Nyilván ez arra az időszakra értendő, amióta nem összevezetésesebb oltás történik. Én úgy érzem, hogy az a fajta fegyelmezettség, ami korábban volt, az lazult. Mert igaz ugyan, hogy a beoltott ebeknek a száma lényegesen nem csökkent. Tehát itt mindig ilyen 4 és 500 kutya között szoktunk oltani. Úgy mondom, mert ugye 3 községet oltottam annak idején, hogy az volt körülbelül ugyan 1000-1200 kutya. Na most, hát azért ez most olyan 800 körül megáll, és annak ellenére, hogy a kutyák száma, ahogy érzem, tehát nem tudom konkrétan, mert hiszen ezt a felmérést nem ismerem, illetve nem is készült a közelmúltban ilyen, hogy hány kutya van a területünkön. Tehát annak ellenére, hogy a kutyák száma növekedett, azzal arányosan, így érzem, nem növekedett az oltottaknak a száma. Nem csökkent lényegesen, és ugye a megyei kiértékeléseknél, meg a kerületi járási kiértékeléseknél azt nézik, hogy jé, hát végül is nem csökkent a beoltott tebeknek a száma, tehát az a elmúlt 4 évben működő rendszer lehet, hogy nem is volt olyan rossz. Hát igaz, hogy nem csökkent, de relatíve csökkent, mert hiszen a kutyák létszáma szerintem nőtt. Úgyhogy én bízom abban, hogy
egyrészt látva ezt a riportot, másrészt tudva azt, hogy most például szeptember-októberben a rendelőben is kedvezményesen oltunk. Ha házhoz megyünk ki, akkor sem számítunk föl ebben az időszakban kiszállási díjat. Tehát azért én remélem, hogy ennek következtében javulni fog az oltási fegyelem Bábolnán is és a környéken is.